Testvére Jézus Krisztus, lehet ezt így hallani? Hát, úr is. Jó. Sajnos nem figyeltem oda, hogy a találkozó mit mondott, mert közben itt mondoztam, úgyhogy bemutatkozom, lehet, hogy akkor újra. Dr. Rovicki Eszter vagyok, sürgősségi orvos. Most jelenleg az ország egyetlen olyan kórházával dolgozom, ahol csak a bűnöző van, börtönkórház, egy 300 ágyas kórház, és az országban 17 000 fogva tartott bűnözőről az jön oda, aki nagyon beteg, hajlottlik, infarktusa volt, sztrókja lett. Egy nagyon érdekes missziós kihívás és helyszín. 22 éve vagyunk házasok a férjemmel, és házasság, szerelem, szexualitás, hűség, hűtlenség biokémiájáról fogok beszélni. Tanárunk nagyon trükkös volt, mert több úton módon is megpróbáltam úgy alakítani a dolgot, hogy én ma ne legyek itt, illetve hogy kilencedikesek semmiképpen ne legyenek itt, ugyanis ez egy korhatáros előadás, 16 éves kor alatt nem adok elő, úgyhogy mindenki magára vessen, tanárokat és tanár őket is beleértve, hogy ez a helyzet így alakult, hát majd meglátjuk, hogy viselitek. Mielőtt belekezdenék ebbe a furcsa témába, most már biztos mindenki megemésztette ezt a különleges infót, hogy kilencedikesek is vannak itt, ennél sokkal durvább infókat kell majd megemészteni, úgyhogy befele. Léci. Köszi. Szóval mielőtt belekezdenék a témába, előtte egy pár kis mellékzőnként szeretnék mondani magamról, hogy kerültem ide. Mindenek előtt megkülönböztetett szeretettel üdvözölném azokat, akik az évfolyam legrosszabb tanulói, akiket mások így gondolnak meg, akik magukról így gondolják. Egészen különös szeretettel. Az én történetem úgy kezdődött, ahogy mindenki megszülettem. Oké, nagyszerű. Lettem pár éves, és mint mindenki, már bennem is volt egy kép arról, hogy milyen életet szeretnék élni, hogy mire vágyom. Mindannyian nagyjából hasonló dolgokra vágyunk, mert az Úristen ültette belé. Normális, boldog, biztonságos, értelmes, szép életet szeretnék élni. Azt gondolom, hogy ezzel senkit nem lepek meg, és a többség vállalhatja is velem ezt a közösséget, hogy igen, kicsi korunkban erre vágyunk. Én is azt gondoltam, hogy lesz egy ilyen normális, boldog, biztos, szép életem. Közben egy olyan családban nőttem föl, ahol 5 testvérem volt, és megközelítőleg mindenki más apáktól és anyáktól. Mindig más volt a felállás az otthonomban, és ennek megfelelően eléggé egyedül nőttem föl. Ez az elképzelésem ugyan megvolt, hogy én majd milyen életet fogok élni, körülbelül az ellenkezőjét annak, amit láttam, tehát tulajdonképpen minden szülői példa jó valamire, ha másra nem arra, hogy eldöntse az ember, hogy így biztos, nem? Ezt tudjátok, nagyon könnyű 4 évesen, meg 8 évesen tudni, hogy mit szeretnétek csinálni. Nekem is könnyű volt, annál meredekebb 12-13 éves korban ehhez az embernek tartani magát. Én egy lakótelepen nőttem föl, és 13 éves koromban el tudtam szívni egyedül naponta egy egész doboz cigarettát. Az sem volt különösebben kérdés számomra, hogy honnan tereptem elő a napi egy doboz cigarettámat, amit nyilván semmilyen aktuális szülőmmel finanszírozott. Hát éltem egy ilyen életet, volt egy szöggel kivert farmer csekim, akkor az volt a menő, és mentem mindig az adott lakótelepi vannába. Tehát elfele mentem én attól a képtől, amit a Jóistentől megkaptam, mint ahogy mindannyian megkaptam.
kicsi koromban. Azt gondoltam, hogy persze, hogy majd úgy fogom csinálni, de semmi gondot nem láttam a jelen életem vezetése és a között, amit majd szeretnék. Hát az majd lesz valamikor, amikor felnőtt leszek. Tehát, hogy összefüggés lenne a kettő között, ezt az ember szereti nem látni, az az igazság. Na, így kellett az életem. A lakótelepen, ahol éltem, ez elég rég volt, ott nem volt templom, hogy is lett volna, hanem pártház volt. És azóta egy kívános nagyon joga volt ennek a pártháznak a vezetői. Valaki megengedte, hogy vasárnap ott legyenek a szentmisék a pártházban. Levették a csillagot és fölrakták a keresztet. Azért ez egy hatalmas, így töri tanulmányaitokból, ha belegondoltok. És egy ilyen asztalon, mint ez, ott így lett a karba fehérre, azon miséztek. És az én fülem bejutott ez a hír, hogy a pártházban konyha asztalon misérnek, és azt gondoltam, hogy ez annyira számalmas, és annyira röhelyes, hogy én elmegyek oda egyet mulatni. El is mentem az aktuális Hummel feliratú melegítőbe, kékfehér melegítőbe, egy focilabdával a hónom alatt, az aktuális doboz cigarettát a zsebembe téve, lehetőleg úgy, hogy mindenki lássa, hogy ez egy doboz cigaretta, még abba is fektettem energiát, hogy az összes cigaretta a dohányleveles részével legyen fölfele, és ugye nyitva volt a teteje, és akkor egész biztos lehet róla mindenki, hogy nem ilyen hungarocell párcikákat tartok én a zsebembe, hanem az tényleg cigaretta. Elmentem a misére. Az az igazság, hogy most annak kéne következni, hogy mi történt a misén, hogy így megszólított az Úr, ketté mentek a felhők, mint a Monty Pythonba, és így leszólt az Úristen, hogy nem történt semmi ilyen, sőt, életem egyik legkínosabb egy órája volt, mert hát a misének megvan a liturgiája, és amikor ők felálltak, én elültem, amikor le kellett hajtani a fejet, akkor. Szóval csak kapkodtam a fejem, hogy mi van. Volt egy rész, tehát van egy rész minden misén, tudjátok. Jól, amikor odafordul az ember a mellette állóhoz, és azt mondja, hogy béke veled. Na, én nem tudtam, hogy van a misének ilyen része, és amikor ide elérkeztünk, és a mellettem lévő odafordult hozzám, a mai napig emlékszem őrá is, mert még a ruhájára is ilyen kis méghatásszerű ízék voltak rajta. És megfogta a kezem, hogy béke veled, én azt hittem, hogy ez egy személyesen nekem szóló gesztus, és úgy meghatódtam tőle. Tehát így a két kezembe fogtam a kezét, és így ráztam, és mondtam neki, hogy köszönöm, köszönöm nekem, még soha senki nem mondott ilyet. És közben azért levettem, hogy azért már rég tovább kellett volna lépni, mert ő is egy picit olyan ártatlanul, meg értetlenül állt, és így várt egy ipajegedemel a kezét, és fordult vissza a helyre. Na, de hogy ezen túl olyan nagy dolgok nem történtek. A családom jó túlhatott rajta, hát ők ismerték az egész élettörténetemet, hogy szent fazékká válok, na de egy misétől azért még csak nem gondoltam én. A következő vasárnap, amikor fölébredtem, akkor eszembe jutott, hogy ezek most is ott vannak a konyhaasztalnál, és azt éreztem, hogy egy gyalog vagyok, hogyha nem megyek el semmi többet. És akkor megint elmentem erre a misére. Most már azért egy-két dologgal többet tudtam, de nem vészesen sokkal, és így az én életemben így tartott egy évig, hogy jártam a misére, közben éltem ugyanazt az életet. Azért egyre több mindent értettem meg, és elkezdtem imádkozni, ami az én esetemben azt jelentett, hogy minden, ami a szentmiséről megmaradt az agyamban, azt végigmondtam. Mert hát nyilván azért istenes dolog a mise, akkor ez lehet ima, az Úr legyen veled, és a te lelkedben, stb. És így mondtam végig a mise szöveget, amit kiegészítettem a végén egy ilyen kérem köszönömmel. Hihetetlenül messziről indultam, és hihetetlenül messze vagyok a mai napig. Már azt gondolom, hogy ezt talán mindannyian elmondhatjuk magunkról. Azért meséltem ezt el, mert van fölöttünk egy irgalmas Isten, aki bármilyen helyzetből meg tud hívni. Hogyha a családi hátterünk, a múltunk és a hibás döntéseink létrehozhatnának egy olyan helyzetet, a sérüléseink, amiben nincs döntési lehetőségünk, akkor nem lenne Isten. Ez önellentmondás lenne, van döntési lehetőségünk. Akármilyen családi háttérből jöttünk, akárhány hibás döntést hoztunk,
az én 300 bűnözőmnek is van, volt és lesz döntési lehetősége, hogy jól dönt vagy rosszul. Ez az egyik legfontosabb gondolat, amit szeretnék aláhozni ebben az előadásban. Molekulákról fogok beszélni, atomokról, hogy épülünk föl, és ez hogy befolyásolja a szexuális létezésünket, milyen kísértéseket szül, hol szúrjuk el. De nem azt akarom elmondani, hogy ilyen értelem nélküli kis mágnesekként tehetetlenül, hogy sodródnánk ezekben az áramvonalakban. Nekünk döntési lehetőségünk és felelősségünk van. Ezt mindenki, mindannyiunknak megadta a Jóisten ajándékba. Dönthetünk 6 évesen, 12 évesen, dönthetünk most, ha kimentünk az ajtón. Tehát erre a döntéssel szeretnélek meghívni titeket, és visszatérnék a gondolatok legelejére, amik azokhoz az emberekhez szólt, akik esetleg az évfolyam vagy az osztály legrosszabb tanulóinak vannak kikiáltva. Én gimnáziumban, holott orvos akartam lenni, semmi mással nem foglalkoztam, csak a friss megtérésemmel, meg a latin tanárommal, akiben halálosan szerelmes voltam. Ennek következtében lett egy 2,3-es, 2,7 átlagom. Ezzel a Németh László gimnáziumban több rekordot is megdöntöttem, mert azt, hogy valakit egyszerre húzzanak meg matematikából, fizikából, nyelvtanból, földrajzból, történelemről és franciából, ez még nem fordult elő az iskola történetében, gyanítom, hogy azóta sem. De engem tényleg nem érdekelt semmi más, csak a Jóisten. Meg az a tanárnak. Azt szeretném mondani, még szinte utolsó előjáróra, hogy ez a döntési lehetőség, ez bármire vonatkozik. Nekem volt egy olyan álmom, hogy orvos leszek. Hát ezt azért gondolhatjátok, hogy ki sem mertem nyikkantani ezt az én elképzelésemet. Negyedikbe, azt nálatok 12. úgy alakult, hogy addig sustorogtam a mellettem ülő fülébe, amíg kihívtak a táblához, és valamit föl kellett írni, csak annyira emlékszem, hogy a 3-nak a reciproka benne volt. És álltam 18 évesen a tábla előtt, én nagyon keveset tudom matekból, de a reciprokot tudom, meg kell fordítani a törtet. És ezt a 3-ast én hogy fordítom meg, akkor lesz belőle egy jelbetű. Mit fogok én ezzel a 3-assal csinálni? Szerintem a 3-nak nincs reciproka. Az osztály szakadt a röhögéstől, nekem dőlt a könnyem, úgyhogy ki is küldtek a mosdóba 18 évesen. Azt szeretném mondani, sugározni, eltáncolni, na jó, az biztos, hogy nem, de szóval átadni minden formában, hogy akármire nem vagyunk hívva, akármilyen vonalon. Tehát, hogyha azt gondolod valamiről, hogy az a hivatásod, az az utad, tök mindegy, hogy mi az. Nekem sokkal egyszerűbb volt, mert addigra hívő voltam, megfogja az ember az Isten kezét, azt megcsinálja, ennyi. Tehát, amikor én is úgy döntöttem már latin szakosként, meglepő módon latin szakos lettem, hogy engem az Isten arra hív, hogy orvos legyek, akkor ezt először is megmondtam a férjemnek, aki a latin tanára volt a középiskolában, és pontosan tisztában volt az én előmenetelemmel, meg nem is tudom mivel. De azt mondtam, hogy tudod mit, próbáljuk meg. És akkor egy szakmunkás fizika könyvből elkezdtem készülni az orvosi felvételire. Közben babát is szerettünk volna, sőt akkor már az első baba útnak is indult, aztán szerettünk még egy babát, aztán a Jóisten küldött 3 éven belül egy harmadik babát, szóval kalandos volt ez az én készülésem. Azt gondoltam, hogy 5-ször fogom megpróbálni az orvosi, megkérdezzétek meg, hogy miért 5-ször én ezt találtam ki. És amikor először elmentem, volt egy 2 éves, egy 1 éves és egy 6-7-es gyerekem. De gondoltam, hogy hát most megpróbálom, tapasztalat szerzés céljából, mit tesz Isten, fölvettek. Tehát köpni, nyelni nem tudtam, írtam egy maximum pontos, nem, szóba tisztem egy maximum pontos fizikát és egy maximum pontos biológiát, és írtam 90%-os feltételét.
Nem vagyok különösebben okos, tényleg nem. Csak meg lehet csinálni bármit. Ki lehet jönni bármilyen helyzetből, és nekünk hívő embereknek ez tulajdonképpen még sokkal egyszerűbb is, mert föl kell nyúlni, azt elkapni a kezet. Ennyi rettenetesen sok előjelmet szerettem volna mondani, meg ami majd még közben eszembe jut, azt folyamatosan mondom, de most mégiscsak bele kéne csapni ebbe a témába, hogy hűség, hűtlenség, szerelem, szexualitás, házasság, biokémiája. Azt szeretném kérni, hogyha valaki orvosnak készül, vagy biológusnak, vagy kémikusnak, vagy akármi, ezt csukja be a szakmai fülét, mert senkit nem akarok itt különösebben azzal utatni, hogy most pontosan melyik molekula milyen családhoz tartozik, most ez neurotranszmitter vagy hormon, súlyosan egyszerűsíteni fogok dolgokat azért, hogy gördülékenyen át sikoljunk-e fölött a téma fölött, és utána már a lényeggel foglalkozunk. Mi a lényeg? A lényeg az, hogy hol szúrjuk el, nem? 10-ből 7 pár elszúrja. 10-ből 7 szerelmes pár, akik úgy gondolják, hogy ez most tuti jó lesz, az belebukik. Ez borzalmasan nagy szám, nem? Most már kicsit járatosabb vagyok a matematikában, kijelentettem, hogy ez 70%, nem? A 10-ből 7. 10-ből 7 ember, 10-ből 7 pár, 20-ból 14 hülye volna. Alkalmatlan az életre vagy a párkapcsolatra? Az van, hogy 20-ból 14 ember rosszul dönt. És ezeket a döntéseket fogjuk megnézni igaziból. De ahhoz, hogy lássuk, hogy miért dönt rosszul, ahhoz 5 anyagról beszélni fogok. Nem többről, összesen csak 5-ről. Nem kell őket megérteni, a nevüket megjegyezni se, a pendrive-on nem találtam egész reggel, úgyhogy kivetíteni sem fogom ezeket a körbenfont biokémiai neveket. Nagyon-nagyon egyszerű eszközökkel fogom demonstrálni. Ez az 5 szék, az 5 anyag, ami részt vesz ebben a történetben, hogy szexualitás, szerelem, házasság, hűség, hűtlenség, biokémiája. Átszaladunk ezen az 5 anyagon, és utána megnézzük, hogy 10-ből 7 hol szúrja el, és mit tudunk csinálni, hogy legyünk benne a 10-ből 7-ben. Ez az 5 anyag, amiről beszélek, némi egyszerűsítéssel hormon. A hormonról azt gondolják az emberek, hogy ez valami ilyen obskurus izére, hormon. Hát igen, van olyan, például a nők attól olyan fugák minden hónapban 3 napig, hogy furának hívjak. Hát ilyen megközelítések élnek így a köztudatban, meg a köznyelben. Azt a nagyon egyszerű dolgot szeretném mondani, hogy a hormon az semmi más, mint üzenet. Jó? Hogyha lenne itt egy filces tábla, felrajzolnék egy nagy borítékot, egy ilyen levélkét, üzenet. Itt vagyunk mi emberek, rengeteg sejtből állunk, és mégsem úgy működünk, mint x milliárd kapucsállatka összeterelve egy ilyen formában. Miért nem? Azért, mert ezek a sejtek kommunikálnak egymással. Ezt a kommunikációt a hormonok végzik, tehát semmi obskurus dolog nincs benne. A vérünkben utaznak ezek az üzenetek, és infókat közvetítenek. Elmondják, hogy valahol mi történt egy szervben, megérkeznek egy másik szervben, és kiváltanak valamiféle választ. Oké? Tehát ennyi a hormon, és mi összesen azt az 5 hormont, anyagot fogjuk megnézni, ami szerepet játszik ebben a furcsa témában, amivel én ma ide jöttem. 5. Lássuk az elsőt. Úgy hívják az első anyagot, egészen meglepő módon, hogy szerelem hormon. Ki se gondolta volna. Szerelem hormon. Van neki azért egy csúnya neve, és feniletilaminnak hívják, tehát ha valakit érdekel, feniletilamin, PH-val, ez egy rövidítve PEA. Tehát ha valaki a Google-ba rákeres, hogy PEA, akkor a zöld borsó mellett jó eséllyel kijön az is, hogy feniletilamin, ez a szerelem hormon, PEA. Most ezt csak így rövidítve PEA-t fogjuk használni. Az van, hogy amikor az ember szerelmes, akkor a vérében hihetetlenül megemelkedik ennek a feniletilaminnak a mennyisége, és a szerelmes ember ettől olyan, amilyen. Milyen a szerelmes ember? Szívből remélem, hogy mindenki, akinek ezt életállapota engedi, az tudja, hogy milyen. Milyen a szerelmes ember? Lebeg, lobog, boldog, csillog a szeme, kifirult az arca,
föld fölött jár egy méterrel, hát mindent kibehelyettesítheti a saját szerelmes állapotát. Ennek a hátterét össze lehet foglalni egyetlen egy szóval, ez pedig a bea, szerelem hormon. Itt ez a szék lesz a szerelem hormon, találtam egy ilyen fantáziadós kis mágneses szívecskét, ezt ide fölrakom, hogy a kivetítés helyett lássátok. Ez a szék az első anyag, a szerelem hormon. Megpróbálja ezt az állapotot a köznyelv is valahogy leírni. A rózsaszín szemüveg nem, meg lila köd, vagy rózsaszín köd. Tehát próbálják az emberek valahogy megfogalmazni ezt. Mit jelent ez? Egyetlen egy dolgot, módosult tudatállapot. Nem? Szerintem ebben egyet érthetünk, a szerelmes ember nem teljesen normális, vagy teljesen nem normális, attól függ, hogy mennyi feliratú, ami van a lényében. Van rajta egy rózsaszín szemüveg, körbe van fújva lila köd, de semmi más nem fontos, csak a nagy ő. Miért van ez? Azért, mert a feniletilamin, a szerelemhormon egy kábítószer. A szónak nem az átvitt értelmében, és nem az ilyen felnőtt vigyeztgetős értelmében, hanem a szónak a funk igazi értelmében ez egy kábítószer. A feniletilamin azokon a pályákon utazik, amin az összes többi kábítószer, és oda is érkezik az agyban, ahova a kábítószer. Van neki egy unokatestvére, annak a nevét talán többen hallottátok már, maradunk ennél az igényen, amfetaminnak hívják. Tehát a feniletilamin és az amfetamin egy OH-csoportban különbözik egymásról, egymásnak az unokatestvérei, mindenből hoztam bedobozolt verziót is, hogy lássuk, hogy ezek a dolgok valósak. Tehát amiről beszélek, az nem ilyen limonádé, nem ilyen talán így van, talán nem, nem, ez így van emberek. A molekulák mérhető, megfogható, kimutatható, valós dolgok. És tényleg valóban ott vannak bennük. Például a szerelmes embernek a feniletilamin, az amfetaminnak a unokatestvére, jó kis kábítószer, illetve szóval, hogy kábítószer. Menjünk tovább. Ötből az első anyagunk, ez a szerelem hormon volt, ez a kábítószer, ettől olyan a szerelmes ember, amilyen. Mit csinál ez a feniletilamin? Az agynak egy olyan régióját hozza működésbe, amit úgy hívnak, hogy jutalmazási központ. Ennek az átfüggő anyag a dopamin, ez az ötből a második anyagunk, tök mindegy, hogy dopamin vagy nem, ennek nincs jelentősége. Ez a szék azt jelképezi, hogy jutalmazási központ. Most a táskámból összeszedtem a egyik gyerekem Zsúlyán át nem adott matricákat, mint jutalmazási központ, meg egy vanéliás vakfelé, mint jutalmazási központ. Tehát ez a szék a jutalmazási központunkat demonstrálja. Minden olyan történés életünk során, amely jó, vagy amelyről azt gondoljuk, hogy jó nekünk, ezt a jutalmazási központot hozza ingerületbe. Ez nagyon egyszerű, ha valami egyszer ezt ingerületben hozta, annak az elérésére újra és újra törekedni fogunk. Így tanul az ember. Tehát jutalmazási központ, ízásba jön, mondjuk, én nagyon szeretem a pulcsról, tehát a túlorodit, a pilotagexet, és most hirtelen leállítom a sorolást, mert sose lenne vége, de hogy ezért biztos, hogy az én jutalmazási központom a ízásba hozzá. A jutalmazási központot ízásba hozza, például az összes kábítószer, például a szerelem, például a szexualitásban megbeszéljük, hogy hogyan. Tehát egy csomó mindenről azt érezzük, hogy ez jutalom falatka, így mondjam, és nekünk ez újra és újra kell. A feniletilamin, mint minden tuti jó kis kábítószer, a jutalmazási központot fogja ízásba hozni, tehát ha valaki volt már egyszer szerelmes életében, akkor szeretne újra szerelmes lenni, hogyha az a szerelme elmúlt. Mert a jutalmazási központ ízása, a dopamin szint emelkedése ott, azon a régión, az egy nagyon-nagyon jó érzés, egy jó pofa dolog. Három óriási bökkenő van ebben a történetben, emiatt van az, hogy 10-ből 7 elszúrja. Az egyik ebből az, ez az első bökkenő nem is kicsi. A feniletilamin kábítószer az agyunk
okosabb nálunk, hála Istennek, és valóban neki. Ez a folyamatos, bedolgozott, instabil állapotot az agy nem visel jel a végtelenségig. Én konkrétum felületi, amit beállt szerelemhormont egy adott kapcsolatban az agy 18 hónap két évvel nem termel tovább. Egy adott kapcsolatban a szerelemhormon, a szerelemnek ez a típusa 18 hónap két év elteltével maximálisan megszűnik. Hamarabb is megszűnhet, három nap alatt is ki lehet valakiből szeretni. De 18 hónap két év elteltével ez a bizonyos típusú felületi lamin ellátottság nincs többé. Fölébred az ember reggel, rágondol a másikra, és azt érzi, hogy nem ugyanazt érzem. Mire következtet ebből az egyszerű ember? Nem ő volt az igazi. Nem? Nem dolog úgy a szívem, nem látom csillagokat közelettében, nem ő az igazi. Azoknak az embereknek, akik a szerelemben mindig pontosan ugyanarra a típusra és intenzitásra várnak, mint mondjuk a szerelem harmadik hónapjában, az a javaslatom is lehetne, hogy két évente párt kell cserélni. De nem ezt a bölcsességet jöttem el megosztani, az az igazság, hanem ez egy tipikus mintázat, hogy az emberek 18 hónap két év elteltével párt cseréljenek. Azért, mert felületi, ami nincs többé. Ez itt az első nagyobb. Egy angyáli kitérőt teszek. Az életünket, az atomjainkat, a molekuláinkat a Jóisten teremtette, erről meg vagyok győződve. Minél többet tanulok róla, annál jobban meg vagyok győződve, hogy ezt a rendet, ami bennünk van, ezt egy véletlen nem hozhatta létre. Olyan hihetetlen logika és észszerűség van a dologban, amit bátran hívhatunk úgy, hogy egy biokémiai zsoltár. Tehát amiről most beszélgetünk, az egy zsoltár, egy biokémiai zsoltár. A zsoltárnak van eleje, közepe, meg vége. Most az elején járunk, sőt, a zsoltárnak vannak húzós mondatai is. Mit tudom én? Hát egy zsoltárban vannak húzós mondatok, nem? Ebben nyalták föl a vérét, meg ilyenek. Tehát a mi zsoltárunkban is húzós dolgok is lesznek, de ha végigmegyünk rajta, akkor gyönyörű lesz. Most a biokémiai zsoltárnak annál a szeretnénél tartunk, hogy nem ő az igazi. És akkor hátak közepére kívánunk a kabát viszontlátásra. Nagyon-nagyon sok ember dönt így. De még csak itt tartunk. A zsoltárunknak a, jó nem mondom, hogy az elején, mert azért rohamos léptekbe haladunk, de hogy mind az ötből csak két anyagot beszéltünk meg, és bizony most a dinamikában ott tartunk, hogy a felületi lamin elmúlik, ha tetszik, ha nem, ha akarom, ha nem, majd át fogja venni a helyét természetesen valami. De most még csak itt tartunk, az emberek ilyenkor szakítanak, nem ő az igazi. Harmadik anyag, ötből már harmadik anyagunk. Mit csinál még a felületi lamin? Megemeli a dopamin szintet, és dobog a szívünk, és csillog a szemünk, és nem fontos semmi más, csak a nagy ő, ahol megbeszéltük. És ezzel párhuzamosan lecsökkenti egy anyagnak a szintjét. Van nekünk egy anyagunk, úgy hívják, hogy szerotonin, tök mindegy, hogy hogy hívják. Ez az anyag felelős a normális létezésért, vagy unalmas létezésért, a kiegyensúlyozott létezésért. Ezen a széken demonstrálom ezt az anyagot, ha valahol megtalálnám elő, mondjuk az adókártyámmal. Számomra ez az unalmas és monoton és értelem nélkül való és felnőtt létezésem egyik legjobban utált belejárója, mondjuk ez az egész paksamét, az irataim. Kell nekünk egy anyag, jelesül ez a szerotonin, ami minket motiváltá tesz az életnek ezekben a halál unalmas belejáróiban. Sajnos az nem működik, vagy nem sajnos, hogy az ember állandóan vagy a felületi lamint, vagy az akármi csodát hajtja. Nekünk biza reggel föl kell kelni, föl kell húzni az oknit, meg kell tenni a kanalat a szánkba, stb. Stb. És az ember nem nagyon szereti ezeket a monoton ismétlődő dolgokat. De különben nem működne a világ. Ezért van nekünk egy anyagunk, a szerotonin, ami ebben segít. Normálisan hormonnak is hívom, ugyan nem hormon, de tök mindegy. A normális létezésünkért felelős anyag.
Ez a szerotonin felelős azért, hogy az ember eleget aludjon, eleget egyen, és csinálja ezeket a dolgokat. Van egy olyan betegség, amikor ennek a szerotoninnak a szintje kórosan lecsökken, és az ember reggel nem kell ki az ágyból, nem húzza fel az oknit, nem teszi be a kanalat a szájába, elveszi a motivációját az élet. Ez egy betegség. Orvosi értelemben vett betegség, diagnózis. Van tippje valakinek, nem felnőttek közül, hogy mi ez a betegség? Depresszió, hát teljesen levődjük, de ezt honnan tudjátok? De ezt most komolyan kérdezem, hogy honnan. Na mindegy, a depresszió ez a betegség. A depresszió gyógyszeres kezelése, ez a zöld kapszula, mert hoztam, igyekeztem mindenből hozni, éppen ennek a szerotonin szintnek az emelésére irányul. Tehát ebben egy olyan cucc van, ami az ember szerotonin szintjét kicsit fölturbozza, hogy ne legyen az ember depressziós, meg legyen a szerotonin szintje, és reggel bizony fölkeljen, és lássa értelmét annak, hogy fölhúzza azon. No, mondtam, hogy ez a felületen, ami két dolgot csinál, megemelje a dopamin szintet a jutalmazási közben, és lenyomja a szerotonin szintet. Lenyomja. Elveszi tőlük a normálisság hormonunkat. Még. Azért, mert a szerelemnek semmilyen érdekében nem áll az, hogy minket bármi más foglalkoztasson, mint a nagy ő. Tehát ami a nagy ő kívül van, úgy, mint kémia óra, fizika óra, angol óra, latin óra, bocsánat, most nem sorolom végig, munkahely, időre való beérkezés, telefonszámla, akármicsoda, ez nem szolgálja a nagy szerelemmel, nagy ővel való mindent adást, úgyhogy lecsökkenti ennek a szintjét. A szerelmes ember nem éhes, nem alszik, tökéletesen függetlenedni tud minden létező anyagi dologtól, főleg a szüleire mért következményeket tekintve, ha értitek, hogy mire gondolok. Szóval semmi nem, csak a nagy ő, csak a nagy ő. Az összes addig motiváció felborul. Nekem volt egy tervem, egy OKT-t, egy felvételét, az mindig nagyon húzós dolog, amikor ilyenkor esik valaki szerelemmel, mondjuk egy ilyen megmérettetés előtt, mert most felülírja a felületi, ami az addigi motivációkat. Ezért tud az ember józan maradni, mert a döntés ott van mögötte, de piszkosul nehéz. Tehát itt van ez a szerotonin, felületen, ami lenyomta. Mi történik? Azt mondtam, hogy 18 hónap kéti belteltével a feliratú lamin szintje lemutyan. Tehát, hogyha lenne egy ilyen körbe, akkor így megy föl, és akkor így lenne, és kész, tisztát nullálni tovább. De a szerotonin szint, amit ő lenyomott, az meg még lent van. Az még lent van. Az ember szerelmes állapota megszűnik. Nem ízik a jutalmazási központ. És ami őt normálisan sinet tartaná, az meg még lent van. Van egy ilyen köznyelvi megfogalmazás, hogy szakítottunk, tögdebb is vagyok. Ugye? Itt van a biokémiai leírása. Normálisan egészséges embernek az a kedélyeztettség, amit ez a szerotonin hiány okoz, azért nem éri el az orvosi depresszió szintjét. Az nem passzolna bele a zsoltárba, az nagyon nagy kitolás lenne, hogyha mindenki valós pszichiátriai diagnózissal bíró, gyógyszeresen kezelendő depressziós lenne, akit dobtak, de mégis valahol jól fogalmaz, hogy ő bizony nem is. Mert ennek az anyagnak a szintje, ugye nem éri el azt a hiányt ez a szint, ez a csökkenés, ami a diagnózishoz kell, de a kedélyeztettség az ott van. És hogyha az az ember kicsit instabil, vagy nagyon instabil, akkor bizony ilyenkor megnövekszik. Nagyon durván megnövekszik például az öngyilkossági kísérletek száma. Ez a háttere neki, az ötből már három anyagot elmeséltünk. Tehát a két éventi párcsere azért sem jön, mert az ember főrepül a Mennyországba, leérkezik a padlóra, főrepül a Mennyországba, leérkezik a padlóra, de nem, főrepül a Mennyországba, és nem a padlóra érkezik, mert nincs ott a szerotonin, hanem lejjebb. És akkor vissza, és akkor megint lejjebb. És ez sajnos nem lehet végtelenségig, vagy nem sajnos épp elmével végig csinálni. Na már az ötből három anyagot megbeszéltük, most jön a negyedik. Úgy hívják ezt az anyagot, hogy endorfin. Csúnya átverés áldozatai lettetek, mert egy morfinos dobozt hoztam magammal, de kálciumampullák vannak benne. Azt akartam, hogy
hogy azért legyen benne valami, hogy halljátok, de most ezt elárultam. Szóval nem hoztam magammal a morfinamat, csak a morfinos dobozt. Endorfin, ez a negyedik anyagunk. Endorfin. Ha az U betűnél ketté várjuk ezt a szót, akkor kijön, hogy miből van összerakva. Endorfin, endogén, morfin. Belső morfin. Ez egy olyan morfin, amit mi termelünk magunknak. Mindenki termel magának morfint, ha hiszitek, ha nem. Endorfin, endogén, morfin. Morfin. Kúk igazi morfin ez is. Nem olyan, mintha, hanem pontosan az. Belső fájdalom csillapítónak kaptuk. Boldogság hormonnak is hívják. Boldog helyzetekben is termelődik, de alapvetően most onnan fogjuk megközelíteni, hogy fájdalmas helyzetekben. Fájdalmas helyzetekben bennünk van egy bomba, úgy hívják, morfin, endorfin. Tudtok-e mondani ilyen fájdalmas helyzetet, ami fáj, és az ember a morfin robbanás miatt úgy éli meg, úgy emlékszik vissza rá, hogy Úristen, de gyönyörű volt. Szülés, pontosan. Szüléskor elképesztő endorfin szabadul föl. Hogyha a kismama pontosan emlékezne rá, hogy mit élt át szülésnél, akkor valószínűleg kihalna az emberiség. Tehát az első gyermek után azt mondaná az ember, hogy na, jó, hát ez egyszer sem volt jó, viszont többször meg még két nap. De nem ezt mondja az ember, hanem hogy úgy szeretnénk egy kismamánknél. Nyilvánvalóan nem kizárólag azért, mert morfin robbant fel a szülés során, de az biztos, hogy a történés átszínezi. Van nekem erre egy személyes példám, jövő héten fog már járni az a gyermek, aki ennek a személyes példának a főszereplője. Ő a negyedik gyerekem, Böbe babának hívják, nyilván ide fog jönni, akkor súlyos következményei lesznek annak, hogy én Böbe babát mondtam, de éjjel. Ez a gyerek 21 perc alatt született, szumma 21 perc alatt, az első fájdalomtól. Kibújási. Tudjátok, mire elég 21 perc? Semmire. Semmire. Tehát az egy irreális szám, 21 perc szülés tekintetében. Arra sem elég, hogy az ember beérjen a kórházba. Már többször említettem a férjemet, aki egy igazi, kopasz, szemüveges, bölcsész úriember. Gyorsan itt azért zárójelben megjegyzem, hogy ő kis tanár volt, vagy hogy hívják ezt, gyakorló tanár, hogy hívják az ilyen kis fiatal embereket, akik jönnek egy iskolába tanítani. Mondjuk gyakorló tanár. 22 éves volt, egyszer nem muszáj volt vele szeretni, csak nálunk ez nagyon tartós, nála nagyon tartós sikeredett, és így lett ki az én férjem, a latin tanárról, akit említettem, de ő egy tipikus latin tanár, vagyis nem olyan, aki mondjuk így gyorsan megy a városba. Na most itt van ez a szituáció, hogy a baba születik, én teritorogul ordítok a hátsó ülésen, hogy jön a baba, és ő meg mint egy James Bond így ment át a városon. Mondtam neki a szélkámmal, ami az Moszkva térnél, hogy most már piros lámpákat nyugodtan kihagyhatjuk, majd legfeljebb kapunk egy rendőri fölvezetést, és az most aranyat érne. Úgyhogy átment a piros lámpákon mindent, józan, ahol kórházunk udvaráig, de ott aztán már nem volt, mert se otthoni város volt, hogy a Böbe baba meg fog születni. Úgyhogy még a liftbe beszálltunk heten, és onnan már 80-an szálltunk ki a liftből. Nagyjából a második és a harmadik emelet között megszületett a mi negyedik gyerekünk. Nem elég 21 perc semmire, tehát ez egy nagyon valóbanás. És életem egyik legboldogabb élménye volt, szerintem látjátok rajta. Tehát beszállt két normális ember, és kiszállt 8 bővő ember. Tehát, hogy ott sírt a baba, és mikor egymásnak véselőd, de ez az életem legszebb élmény volt, ez a kutvölgyének a kisliftje volt, mert az ember szülni nyilván nem a nagy liftbe száll be, hanem a kicsiben. És ha megyek azzal a lifttel, néha, sztetoszkóppal a nyakabba, fehér köpenyben, akkor így bámolom a plafon, mert ugye azt láttam a liftből, és hallom, hogy fölsír a baba, és ilyen a rémeteg mosoly van az arcomon, szoktam gondolkodni, hogy akkor beszállnak betegek, mi a fenét gondolnak, vajon. Tehát a hatodikon van a pszichiátria, de több ilyet is gondolnak, de nekem ez a legtutibb endogén, endorfin tapasztalatom, csodálatos élmény.
azt még elmondom már csak kicsit később. Nézzük még, mikor szabadul fel ez az endorfin, morfin. Mondtam, hogy minden fájdalmas helyzetben. Két dologról, két szokásunkról gyorsan lerántjuk a lepet, az egyik a sportolás. Furcsa dolog, hogy az ember sportol, nem? Mondjuk elmegy futni, és fáj. Akárhogy sportol az ember, az fájni fog. Én 200 métert tudom futni, és utána vége van a világnak, erre nem vagyok büszke, ezt majd újposolni fogom. De 200 métert tudom futni, és akkor már nagyon fájdalom van, tudom, leszakad a combom. Nektek is nyilván megvan a 10.-20. kilométernél ez a pont. Mi történik, amikor fáj? Ha tovább mész, ugye fáj, de akkor is tovább mész a muszáj, mert a fél időnek még nincs vége, vagy a, még nem érted el a kikötő állomást, ahol a kajak be lehet tenni, és a többi. Az ember hazamegy, lezuhanyozik, és azt mondja, hogy annyira jó volt. Ki vagyok mosva, ki vagyok cserélve. Máskor is el fogok menni futni kajakot, vagy focizni. Miért? Azért, mert amikor fáj, felszabadul az endorfin, a morfin. Aztán még egy utolsó gyors példa, csípős étel. Ettetek már valaha ilyen öntörtésztás kínai leves? Smack vagy, hogy igen. Smack pa, aztán az a hasmerés ellen. Valami smack vagy valami ilyesmi. Piszkos húcsi. Én tudom, piszkos húcsi. Miért van az, hogyha egyszer az ember ilyennel találkozott, akkor újra fog vásárolni magának? 70 forintot ad érte. Miért van ez? Azért, mert amikor igazán csíp, felszabadul a morfin, endorfin, endogén morfin, és az kábítószerű megbeszéltek és okoz egy kis pillanatnyi jó érzés. No, térjünk vissza a szerelem szexualitás témához. Endorfin, morfin, endogén morfin. Mi köze az endorfinnak, endogén morfinnak ehhez a témához, azon kívül, hogy én hány méter tudok futni, hol szültem a gyereket, és mi a viszonyom a csípőségemhez. Az a köze hozzá, amit úgy hívnak, hogy orgazmus. Van egy olyan pont egy szexuális történésben, amit úgy hívnak, hogy orgazmus. Ezt úgy is fordíthatnánk le, hogy endorfin. Egy iszonyatos mennyiségű morfinnak a felrobbanása az orgazmus. Van egy orvosi definíciója ennek, hogy orgazmus, megpróbálom mindjárt összeszedni. Szexuális aktus során bekövetkező pszichofizikai történés, mely extázisi fokozótól gyönyörérzettel jár. Ilyen prompt definíciókkal látják el az embert az orvosi egyetemen, tehát ebben a dobozkában, ha nem kárcium injekció lenne, akkor az a molekula lenne, ami bennünk is iszonyatos nagy mennyiségben termelődik minden egyes orgazmus során, és ebből a definícióból a szexuális aktus során bekövetkező pszichofizikai történés, mely extázisi fokozódó gyönyörérzettel jár, a pszichofizikai történésből a pszichológiai részért felelős. Tehát azért a gyönyörért, amit az ember a pszichésen ebben a történésben megél, endorfin, morfin, kábítószer, orgazmusért felel. Minden egyes orgazmus során felszabadul, és ez okozza ezt a pszichológiai részt. Ha akarom, ha ne akarom. De rendszerint az emberek akarják, és ezért probléma, és ezért kísérlés, és ezért mutatjuk többek között nagyon sok minden ebben a témában, hogy szerelem, szexualitás, kísérletlenség. Most ezt a morfinit lezárom, természetesen vissza fogunk térni hozzá. Megtévesztő ez, hogy 6 szék van. Egész megijedtem, elvesztettem a fonalat. Már csak egy anyagunk van, az 5. Van-e valaki, aki a köztemére megsértése nélkül a derékszíján kölcsön tudja adni nekem? Ez most veletek volt. Na jó, akkor egy sár is jöhet. Na, ez az. Ahhoz, hogy megértsük, hogy hol szúrja el az a 10-ből 4 pár. A
kedvű. Oxitocinnak hívják. Ötödik és egy legutolsó. Oxitocin. Négyféle módon termelődik a szervezetben. Mindig van egy nyaktól lefelé és egy nyaktól fölfele lévő hatása. Villámgyorsan átsiklunk a nyaktól lefelé lévő hatásokon. Ez az oxitocin, amikor termelődik, mit csinál? Mikor termelődik, mit csinál? Nyaktól lefelé lévő hatás. Egy biztos van, amit tudtok, mert benne van a viaszkönyvben. Oxitocin nagy mennyiségben szabadul föl során. Szülés során. Ezt tudja, hogy többen tudjátok, csak most ezzel az ötvevétellel azt hiszem elvesztettem a bizalmat, de nem lesz több ilyen. Szülés során nagy-nagy mennyiségben szabadul fel az oxitocin. Nyaktól lefelé lévő hatás. Nyaktól lefelé lévő hatás mindig sima izom hatás. Mindig valamilyen sima izmot húz össze. Kicsit sem meglepő, hogy szülés során vajon mit húz össze? Na, a méhnek a sima izmai, ennek az eredménye maga. Oké, ezt ki is fesészük. Oxitocin nagy mennyiségben szabadul föl. Második. Oxitocin nagy mennyiségben szabadul föl szoktatás során is, és a női emlő tejfényeinek a sima izmait húzza össze. Oxitocin nyaktól lefelé nagy mennyiségben szabadul föl, és a tej vizet ömlik. Tehát a kicsi baba az még nagyon kicsi lenne ahhoz, hogy a saját erejéből kinyerje azt a mennyiséget, amire neki szüksége van, de hál' Istennek is valóban neki jön az oxitocin, összehúzódnak az emlő tejfényeinek a sima izmai, és dől a tej. Most jön a harmadik. Oxitocin nagy mennyiségben szabadul föl, szülést mondtam, szoktatást mondtam, orgazmus során. Nagy mennyiségben. Elmondtam egy remek definíciót az orgazmusról. Tetetek során bekövetkező pszichofizikai történés. Nyaktól lefelé lévő sima izom hatásokat tárgyalom, imhol a fizikai része. Sima izmot húz össze. Oxitocin orgazmus során, ha tetszik, ha nem, ha akarom, ha nem, föl fog szabadulni nőben is, férfiben is. Mert szerepe van. Nőben mi a szerepe? Ugyanúgy, ugyanolyan módon, csak sokkal kisebb erősséggel össze fogja húzni a női méhnek a sima izmai. Ennek az eredménye orgazmus során a női méhben vákum összehúzza, ritmikus kontrakcióba, vákum lesz a női méhben. Fiú oldalról ennek az inverse történik, az ejakulációért felelős. Tehát úgy is megfogalmazhatjuk ezt, hogy a himival sejt kap egy kezdő mozgási energiát, hogy ilyen nagyon tudományosan legyünk. A másik irányból meg van egy vákum, hogy minél több energiát megspóroljon azon az ő méreteihez képest horribilisen hosszú úton, ami a petesejtől távol tartja. 9. esetek nagyon nehezen viselik a dolgot, de azért direkt nem nézek sehova, kis kitartás. Igen, van olyan, hogy orgazmus. Igen, van olyan, hogy adaptáció. Föl a fejjel, ahogy is minden lényes ki lehet menni. Szóval, ott tartottam, hogy 5. anyag oxitocin. Nem általánosságban gondoltam a 9. esetre elnézést, ez nem bántott, tehát természetesen nem így gondoltam, csak próbálom tartani 3 fiatal emberben, amelyeket, akikre nem nézek rá. Szóval, oxitocin, nyaktól lefele lévő hatás, orgazmus során, férfiakban az ejakulációért felelős, nőkben pedig a méhnek a sima izmait húzza össze. Hát ez nagyon nagyszerű, ezt megtárgyaltuk, talán újra biztosítani. Nyaktól fölfelé lévő hatás, utolsó anyagunk, utolsó hatása. Oxitocin fölszabadul minden létező társas kapcsolatunkban. Ha ki lett volna írva, nem az lett volna kiírva, hogy oxitocin szülés, szoktatás, orgazmus hormon, hanem hogy kötődési hormon. Ezért kértem egy övet is, ezzel fogjuk demonstrálni. Az oxitocin ugyanis nyaktól fölfelé minden egyes emberben kötődést hoz létre. Ez a kötődésnek az anyaga. Minden társas kapcsolatunkért az oxitocin felelős, felszabadul minden pozitív előjelű érintés során. Tehát, hogyha két haver meglakogatja egymás vállát egy meccsen, bizony pozitív előjelű érintés, köztük egy kis oxitocin föl fog szabadulni, kötődés anyaga,
és az ő barátságukat építi. Amikor az ember az édesanyja az óvodában értelemben átüleli, és ad neki képen cuppanos puszit, oxitocin fog felszabadulni, és a köztük lévő szülő-gyerek kapcsolat erősíti. Osztálytársak között, pártik között, az egész társadalom úgy működik, pozitív előjelű érintés, sőt, érintésekkel hozzá, a másikra való igazi odafigyelés az együtt töltött minőségi idő során oxitocin kötődési hormon fog felszabadulni. Itt van az egyetlen dolog az egész előadásomban, amit egy icipicit meg kell érteni. Van ez az oxitocin, ez felelős minden társas kapcsolatunkért. Minden pozitív előjelű érintés a minőségi idő során felszabadul. Plusz még az előbb tárgyalt helyzetet nem is, ugye? Szülésszoktatás orgazmus. Csak most a nyakkal fölfele lévő hatásait nézzük, ezt a társas kapcsolatot, kötődést kialakító részét. Úgy működik az oxitocin, hogy memóriát ír. Tehát besétál az agyba, és ott egy olyan kémiai változás hoz végre, ami a memóriának az alapja. Ha valaki érdekel, és még valami időre szívesen beszélek, hogy mi a memóriának az alapja, de most csak ennyit fogunk belőle érinteni. Memóriát ír. Háromféle oxitocin hormon, molekula termelődik az emberben. Összesen egyféle. Tehát nincs külön oxitocin molekula, hogy ez az apámmal, ez a szerelmemmel, ez az anyámmal, ez az osztálytársammal, ez a barátommal, ez a kollégámmal, hanem egyféle oxitocin molekula van. Hogy milyen szoros a kötődés a két ember között, ez attól függ, hogy mennyi oxitocin szabadult föl abban a kapcsolatban. Ezért így követhető, komolyan kérdem, hogy követhetőek. Tehát a kapcsolat erőssége attól függ, hogy mennyi oxitocin szabadult föl abban a kapcsolatban. És a miensége, az pedig egy tanulási folyamat része. Tehát a gyerek ezzel az épített memóriával tanulja meg, hogy ez a személy, akihez ilyen erősen kötődöm, mert minden egyes simogatás, puszi, énemelés, ingatás során köztünk ez az anyag felszabadult, az anyukám, vagy az apukám. És így tanulja meg, hogy akivel össze van kötve, azt hogy definiálja az, az ő társas kapcsolataiban, kinek a helyét foglalja. És lesz egy olyan is, hogy mi a szerelmem. Elköszönünk akkor most a tudományos sok egy részétől, azt gyorsan megvárom. Gyere most már, és világos volt, hogy minden most állunk fele. No, és akkor visszatérve erre az oxitocinra, és visszatérve a mi témánkra, hogy szerelem, szexualitás, hűség, kötelesség biokémiája. Ez az az anyag, az oxitocin, ami egy jól vezetett kapcsolatban átveszi a felületilamid helyét. Úgy hívják ugyanis ezt az anyagot, hogy a társ szerelem hormonja. A felületilamid az a meglátni és megszeretni. Egészséges esetben egy másik nemű biológikumot meglátok, és halálosan beleszeretek. Az oxitocin fogja ennek a helyét átvenni, ő a társ szerelem hormonja, hihetetlenül erős, még gyönyörű, igazi szerelem, de itt már nem egy tetszőleges másik nemű biológikum van mögötte, hanem ő, az az egy, a társa. Tehát az oxitocin kötődési hormon a társ szerelmet hozza létre, és tartja fönt. Oxitocin nem 18 hónapig termelődik a szervezetünkben, hanem akármeddig. Ameddig csak termeljük. Ameddig csak energiát fektetünk abba a kapcsolatba. Mitől szabadul fel oxitocin? Megbeszéltük orgazmus során nagy mennyiségben. De megbeszéltük azt is, hogy ha megsimogatod a másik kezét, kicsi-kicsi mennyiségben, ott is egy kicsi oxitocin föl fog szabadulni. Akkor is, amikor egy házas pár, mondjuk egy szerelmes pár, péntek este leül egy asztal két oldalára, és akár egymáshoz sem érve beszélget.
Nem arról, hogy ki megy a lindulbe, meg ki megy a bölcsire, hanem hogy mi történt veled, hogy vagy. Képzeljétek, oxitocin fog köztük felszabadulni, a társ szerelem hormonja a minőségi idő mentén. És ezt az anyagot, ezt mondtam és megismétlem, tudjuk termelni életünk végéig. Annál tovább azt nem tudom, de addig biztosan. Tehát, hogyha valaki mondjuk 22 éve ilyen házasságban, és mondjuk eljön a szabadnapjára előadást tartani, és hazafele vesz egy túlódi, és beteszi a férjének a hűtőbe egy szívecskével, akkor amikor a férje meglátja, kinyitja a hűtőajtót, akkor ott egy kis oxitocinról fog szabadulni. És az ő társszerelmünk mélyül. Tehát oxitocin életünk végéig tudunk termelni, és ez adja ezt a végtelenségig tartó dinamikáját és szépségét egy kapcsolatnak. Megbeszéltünk, hogy mi volt az öt anyag. Lássuk, hogy mi az a három mutató, amit mondtam. Három tipikus szerelmi bukást fogok elsétálni. Három olyan párkapcsolatot, ami bukással végződik, nagyon típusos, és megbeszéljük, hogy mi történt, mit rontottak el. Ezt úgy fogjuk csinálni, hogy én itt sétálok egy időtengelyen, ez lesz az időtengely, és mondom, én leszek a szerelmes ember, hogy most mi történik éppen benne a szerelmes emberben. Az ötből milyen anyag van jelen ebben a szerelemben, ez mire indik, és én ennek a nyomán mit döntök. Három ilyet nézzük. Az első, legyen benne feniletilamin, szerelem hormon, mert az mindig kell, túlozzunk. Rózsaszín szemüveg, még az volna kell mindig, majd ez valamit érdekel erről is mesélek, de ez most egy olyan, amiben ez van. Jutalmazási központ ízi, normálisan hormon szintje pedig nem lent mélyen ott lett. No, akkor innen indul ez a szerelem, én vagyok a szerelmes ember, ez pedig az időtengely, ahogy itt elmondanak a napok. Na, én vagyok a szerelmes ember, csillog a szemem, kipirult az arcom, így dobog a szívem, mind feléletlenül hatás, ezt el tudnám mondani kizárólag latinul, és nem fogom. Nagyon is elmondom, feléletlenül, amin által kiváltott szimpatikus idegben rendszeri reakció által létrehozott pozitív kronotróp, dromotróp és inotróp hatás. Tehát így is le tudjuk írni egy bizonyos nyelven azt, hogy szerelmes, csillog a szemem, kipirult az arc, és így dobog a szívem. Valószínű is le tudja ezt írni, láttatok-e már olyan rajzfilmet, amivel Donát Kacsa meglátja a Daisyt. És így. Valószínű is ezt ábrázolja, pozitív kronotróp, inotróp és dromotróp hatás. Tehát ezt mindenféle irányból megpróbálhatjuk ábrázolni. Itt van a szerelmes ember, aki ének végre el a földtől, feliletlenül az egekben. Mi történik a szerelmes emberrel? Égi jeleket kap. Nagyon sok égi jelet. Az ember összesen az életében nem kap annyi égi jelet, mint a szerelmes állapotának az első három hónapjában. Mi lehet égi jel? Bármi. Bármi. Van nekem erre egy tündér aranyos példám, mindig ezt mondom el, mert ennél aranyosabbat még nem találtam. Van egy barátnőm, például ma este is együtt fogunk vacsorázni, 10 éves korom óta ismerjük egymást, és mindig elmondja nekem, amikor vagy van a nagy ő. És 16 évesek voltunk, amikor szokás szerint jött, és csillogó szem, ugye tudjuk, kipirult arc, ugye tudjuk, így dobogó szív, ugye tudjuk, mondta, hogy hát most megvan a nagy ő. Tudja, hogy hívő vagyok, nem az. És állt előttem, és mondta, hogy úgysem fogok elhinni, hogy neki erre bizonyítéka van. Azóta ezt már nagyon sokszor hallottam, nagyon sok embertől saját magamat is beleértve, hogy mi lehet bizonyíték. Na mindegy, hallgattam, hogy mi az, amit úgysem fogok elhinni, mert bizonyítéka van, és elmesélte, hogy házi újban voltak a fickóval, és le kellett venni a cipőt, és kúk ugyanolyan dekatlonozók volt rajtuk. Kúk ugyanolyan szín, antengő felirat. És nézett rám, és mondta elolvatva, hogy most mondd meg, ez mi, ha nem így jel. És mondhatná neki az ember azt is, hogy édes csillagom, ez nem így jel, hanem a feniletilamin által kiválasztott, önkényesen kiválasztott, teljesen lényegtelen hozzana. De az ember nem ezt mondja, hanem azt mondja, hogy nem mondod, ugyanolyan, vagy valami hasonló. Így, ilyen a szerelmes ember,
ezzel a pianista múltjukra meg a jövőjükre, de elképesztően édes egyet azért elmondok. Telefonszám utolsó két számjegyét milyen matematikai mechanizmusok segítségével lehet konvertálni a fickó utolsó telefonszámának az utolsó két számjegyére. Tehát, ha kimondom belőle a magasságomat és hozzáadom az első találkozásunk időpontját, akkora nem tudom, mit csinálja, jön ki annak, és akkor az ő telefonszámát megadjuk. Hát mennyi esély van erre, nem? Hát az ég jel, telefonszámára az ópni. Minden ég jel lehet. Én is ilyen voltam, meg vagyok, és azt gondolom, hogy minden szerelmes ember ilyen, és ha nem ilyen, akkor nincs rendben a szerelme. Tehát szerintem az a jó szerelem, ahol az ember ég jelekkel van körbe véve. És ilyen aranyosan hülye. Én például megtudtam, hogy a férjem szeretné a Kubánist, akkor még ugye én is voltam, úgyhogy és én is nagyon szerettem, hát majdnem elaléltem ettől az azonosságtól, hogy két intelligens ember mondjuk szeret egy jó regényt, mert nem ezt nem így kell lefordítani, hanem hogy ő is a Kubánist. Úgyhogy másnap bementem 0. órába, és így olvastam a folyosón a könyvet. Szembe is jött, beszélgettünk is róla. Szóval égi jelenek minden irányból, alul fölül. No, elérkeztünk annyi ide, ez a 18 hónap két év. Úgy kell ezt elképzelni, hogy van a szerelmes ember, meg a másik, és minthogyha egy karaván, egy spanyol fal két oldalán sétálnának. Az embernek az elképzelése megvan arról a másikról, ugye? Ilyen herceg a fehér lomot, nem tudom micsoda, hogy a sziluettjét látom minden kapkol. Itt, amikor a fedéleti laminak vége, akkor véget ér ez a karaván. És olyan, mintha egy kilépne a spanyol fal, meg a két szerelmes. Mi történik? Ilyen nagy oha élmények vannak. Oha. És jönnek zseniális mondatok. Hogy tudtam ebbe beleszeretni? Hova tettem az eszem és a szemem? Tehát egy gyorkhoz társítsuk egy szemüveg, hogy hova tettem az eszem és a szemem? Orzalmasan gyakori mondatok. Tökéletesen találó mondatok. Tehát az az ember, aki feléleti laminnal be van drogozva, annak sok mindene van, égi jelén például, de esze meg szeme nincs, az biztos. Mert ez nem egy olyan állapot, ahol esze meg szeme reálisan lehetne. Szóval itt van egy ilyen kalap-kabát effektus, aha effektus. Szia, mia, ennyi körülbelül. Nincs ezzel semmi gond, igaziból ebben a szerelemben nem volt más, csak feliratilamin, dopamin, amit megemelt, szerotonin, amit lecsökkentett. Nem volt benne kötődési hormon sem, meg endorfin sem, mert úgy sem, meg szexeltek sem, nem jártunk kézen maga, csak úgy voltak. Ilyen van. Na itt van ennek a vége, különösen sérülés nem történt, az egyetlen hátulütője, ezt leginkább lányoknak mondom, hogy eltelt két év. És nincs az embernek végtelenszer két éve. Sokszor két éve van. És az ember legyen szerelmes bátran, nagyon sokszor, amíg meg nem találja az igazit. De nincs végtelenszer két évünk. Tehát az ember elsétál, elhülyéskedik két évet egy ilyen szerelembe, hármat egy olyanba, négyet egy emilyenbe, semmi volt, 20 éves vagyok, semmi volt, 25, semmi volt, 30, 35, 40, mi van? És akkor már jön az ilyen pánik helyzet. Én 41 éves vagyok, és az ilyen nagy sétálós barátaim most vannak ebben a helyzetben, hogy mi van? Most már aztán nagyon bele kéne húzni. Tehát ennek ez az egyetlen veszélye. Lépjük túl, második, három óra, második. Ebben van fenyletilamin, mert az mindig van, dopamin szint megemelkedik, szerotonin lenyomva, van benne endorfin, endogén, morfin, méghozzá abban az aspektusból, amit megbeszéltünk, hogy orgazmus során nagy mennyiségben szabadul föl, vagyis szexelnek, és ezzel párhuzamosan megbeszéltük, minden egyes orgazmus során oxitocin szabadul föl, most nem veszem le az övem, de itt ez a kötődési anyag a kezemben van. Ami felszabadul orgazmus során, és kötődési hormon kötődéshoz létre két ember között. Tehát második séta, itt jövök én,
szerelmes ember, mindenemmel tudjátok zokni, telefonszámon, mindenféle égi jelekkel körbevéve, megyek a spanyol falak aramán két oldalán valakivel, aki a szerelmem. Valakivel, aki a nagy ő. Minden egyes szexuális aktus során, ahogy hallottuk, oxitocin föl fog szabadulni. Ezt úgy kell elképzelni, minthogyha egy kötelet dobna át az ember a spanyol fal vagy a paraván tetején. Ott megy a másik, nem kérdés, hogy ő az ő. Persze, hogy ő. Hát Artego volt az okniára írva. Persze, hogy ő. Kötözöm vele össze az életem, hiszen ő az ő. Erről én bizonyosságot nyertem többféle módon. Mi történik? Eltelik 18 hónap, 2 év, spanyol falnak vége, a két ember találkozik. Drog, szemüveg, köd, paraván, minden egyéb nélkül. Ugyanaz az aha élmény, mint az előbb említett esetben. Aha, ez ki? Hogy tudtam ebben vele szeretni? Hova tettem az eszem és a szemem, tattara, minden, amit megbeszéltünk, és akkor jönne a pápa effektus, a galapkabát, de ezzel a, hát csak beveszem én ezt az övet, meg az fiziológiás szükséget, a megoldásra, hogy ők legyen a kezdetben, hogy ezt itt nem tudjam muszkodni. Szóval össze vannak kötve a kötődési hormonnal. Bár az ember azt hinné, hogy a memória az egy reverzibilis kémiai kapcsolat, vagyis elmúlik, van irreverzibilis kémiai kapcsolat, és ez az oxitocin által jött memória, egy ilyen bevésődés az irreverzibilis, az nem mondható föl, az nem múlik el, ott marad a kötődés, és ott marad a gyűlölet. Hát olyan ez, mintha a két fogaskerék a hegyben lenne összerakva. Minden egyes körbemenetel során kapok annyi gyomros, ahány ilyen foga van ennek a fogaskeréknek. Ezt az ember nem fogja elviselni, ez a pár szét fog menni, kötődési hormonnal össze vannak kötve, tehát egy darab szakad az egyikből az egyikkel, egy darab szakad a másikból a másikkal. Elkezdődik a személyiségnek ez a szétdarabolódása. Azt gondolom, hogy köztetek is lehetnek elvált szülők gyereke, és ismerjük sok elvált párt. Olyanokat is, akiknél ez nagyon döbbenetes. Vagy akár a saját szüleinél is lehet döbbenetes. Anya is jó ember, apa is jó ember. Mi a fele történt? Miért nem bírják egymást elviselni? Azt gondolom, hogy az emberek 99,9%-a jó. És ezt akkor is úgy gondolom, amikor 17 ezer bűnözőnek vagyok az orvosa, mondjuk 300-nak veszünk kitve. Tehát, hogy az emberek 99,9%-a jó, akkor mi van? Akkor ez hogy lehetséges? Gyűlölik egymást, nem? Az az igazság, hogy irodalmi ritkaság az, hogy valaki békében szeretetben váljon el a társától. Miért? És itt megint jön két ilyen beszok mondat. Paramának vége, előlépett a két ember. Mit fog mondani az egyik? Vajon azt fogja mondani, hogy a rózsaszín szemüvegben, bedrogozva, morfinra vágyva, olyan döntést hoztam, amit nem kellett volna? Értitek? Nem ezt fogja mondani. Azt fogja mondani, becsapott, kihasznált, megjátszotta magát. Ő a rovadék. Már bocsánat, hogy egy kicsit ilyen. Konkrétan ezt kimondtam. Mi az igazi hátter? Rózsaszín szemüvegben, az álmaimban lubickolva, a paraván egyik oldalán sétálva, endorfinra, morfinra, az orgazmus során felszabaduló morfinra várva, oxitocin termeltünk, ha akartunk, ha nem, ha tetszett, ha nem, az oxitocin föl fog szabadulni, kötődési hormon, memóriát ír. Na ez itt egy gyűlölséget eredményez. Ódéltámú, biztos itt még van a kitanulatikon. Iszonyatos mértékű szerelemnek, az iszonyatos mértékű gyűlölet várja. Mondhatjuk úgy, hogy nagyjából a nem értés vonalán kialakulva. Ez volt a harmadik. Még annyit hozzáteszem, hogy a statisztika érzékenyen leköveti a biokémiát, a szociológia. A válásokon az első markáns kiugrási csúcs házasságtörés után 1 évvel van. Mi most már tudjuk ennek a biokémiai mögöttesét,
Itt sétáltak, és látták, hogy az opniútól a frászkarikáig minden klappol, és akkor ez a három olyan hónap van mögöttünk. Tessék minket összeadni, nincs kérdés, nincs kérdés. Persze, hogy nem érti az atya, persze, hogy nem érti az apa meg az anya. Hát ők ebben nincsenek benne. De ilyet még senki nem ért át a világon, amit mi. Nincs kérdés, tessék minket összeadni. Isten bocsássa meg annak, aki erre ráhúlít. Mert nagy eséllyel, 70%-kal itt lesz a végén ez, hogy ki ez, kalapkavá. Ódi a támunk, hol marad az Ódi? Mert valamit nekiadtam, amit nem akartam. És a kolotív megemelkedik ez a városi görbe. No, harmadik szerelem is egyben utolsó, amit így elsétálok. Ebben a szerelemben van a fenyletin, amiben ez mindig van, kilina nincs. A dopamin szint megemelkedett, a szerotonin szint nem van. Van benne endorfin, morfin, endogén morfin, és szexelnek is megtárgyaltuk. Nagy mennyiségben felszabadul orgazmusra. És van benne oxitocin kötődési hormon, kötődnek minden létező vonalon. Minőségi idő, kézzelfogó járás, megölelés, beszélgetés, szexelés, tattara, tehát mindenféle lehetséges, az adott kapcsolatban lehetséges vonalon kötődnek egymáshoz. Innen indul ez a siker. Én vagyok a változatosság kedvére a szerelmes ember, feléleti napin szintem az egekben, és tudják, hogy minden, amit megbeszéltünk, lebegek a föld fölött egy méterrel, teszem a megállapításokat, hozom a döntéseket. Megvan a motivációm is, meg a motivációm még az is, hogy tényleg szeretem őt. Hát az emberek többsége tényleg szereti a másikat. És nem úgy indul el, hogy no, akkor én most jól megjátszom magam, kihasználom és becsapom őt. Olyan is van, de nem ez a a fő minta. A fő minta az az, hogy rettenetesen szeretünk, ő is szeret, és de boldogok leszünk, csak éppen nem. Nézzük meg, hogy miért ebben a típusú szerelemben. Itt most középen járunk, legyen ez a 18 hónap, 2 év. Tanárom, mennyi idő van még? 10 perc, 5 perc, 6? 30. Ó, tökéletes, jó, ez még 2 perc ez a sita, és utána a kérdéseidet szeretnék válaszolni. No, szóval itt tartottunk ebben a sétában, hogy itt van ez a tündér édes aranyos szerelmes pár, mindenféle módokon összekötve, szemüvegekkel, zoknikkal, telefonszámokkal ellátva. Mi történik? Fenyletin, amit elhussan. Mert mindig elhussan, ha tetszik, hanem ha akarom, hanem. És akkor hogyan tovább? Ebben a kapcsolatban, és az összesben, kiderül, hogy valami nem kóser. Mondjuk középen nyomja a fogkrémet. Ez egy tipikus minta példám. Én rendes ember vagyok. A fogkrémet nem így megnyomom, hogy aztán megy mindenhova, hanem szépen végig tornászom annak és lenyem, hogy ez szerint azt a dús. Jön reggel, és a bunkó nagyámmal kezével megfogja, és középen nyomja a fogkrémet. Jó reggel! Innen indul, így indul. Minden kapcsolatnak van két serpenyője. Nem tudom megoldani a szituációt, ez a két serpenyője. Az egyikben jönnek azok, amik lezúzzák azt a kapcsolatot. A másikba jönnek, kell, hogy jöjjenek. A döntésünk alapján jöhetnek azok, amik egyensúlyban tartják azt a kapcsolatot. A példák van, ide most jött a fogkrémes tús. Ide is van, például volt egy töri tanárnő, én 4 éves iskolában jártam, és azt figyeltük meg, hogy minden tablón más neve van. Hol ilyen né, hol olyan né, hol olyan né. És nem voltunk egy kicsit se szívbajos diákok, megkérdeztük, hogy tanárnak ez, hogy hol van, mert egyetemet végzett ember, és hol ezzel, hol azzal, nem tud dönteni, vagy mi van. Ő se volt szívbajos, egy hangyányit se, nem volt fiatal, ilyen kis kosztümbe járt mindig. Felült az első padra, és onnan tartotta az órát, és úgy volt kirúzsozva, hogy így estek le a darabok, mindig így is szeretnék, nem tudom. Na, szóval egy ilyen halálban megy, ő volt, de szívbajos volt, és mondta a gyerekek, hát ez tök egyértelmű. Az ember egy zsákba macskát vesz. Valakivel összekerül, minden klappol, eltelik egy kis idő, és kiderül, hogy nem lehet vele együtt élni, és most az ő személyes példája jön,
percetül a vécén. Van. Az van, hogy van a valós élet, van a valós szükség, kísérni kell, van egy olyan mellékenység, és van az a szerelmes pár, aki kopog. Figyelj, mikor jössz ki, keresztül egy fényt fejt ment, vagy hallottát olvasom, hogy nem tudom, mit csinál, most már nyilván inkább mobilozik. Egy nap, következő nap megint, aztán megint, aztán 365 napon keresztül, mosdóajtó anomália van köztük. Hülyeségnek tűnik, nem az. Ebbe a serpenyőbe rakódik bele, mint a középen nyomott fogkönyv. Nekünk a férjemmel is volt ilyen ügyességünk, az a nagy előnyünk, hogy szoktunk egymással beszélgetni, akkor megbeszéljük ezeket a dolgokat, hogy figyelj, ha nem középen nyomnál ezt a problémát, olyan jól esne. Tehát ezeket meg lehet beszélni, ha az ember meg akarja beszélni, vagy lehet csetelni valakivel, aki új, sok minden döntés van. Na mindegy, a mi ilyenünk az volt, hogy a férjem hogy szeretett vagyozni, mi még nem ilyen zöld generáció vagyunk, ilyen green, nem tudom. Tehát nem, szóval ő folyatja a vizet, na, kimondtam. Tehát úgy szeretsz vagyozni, bemegy, megengedi az volt, és közben ezt összökör, tesz fesz, közben folyik a víz, és boldog a csopogással. Én pedig az umajt mindig csak így behajítottam valahogy. Ő pedig ment reggel teljesen ártatlanul, megnyitotta a kart, és tetőtölt a csorom vízesen. Ez is egy ilyen ám, ebbe a serpenyőbe. Minden reggel képet locsol. Ennyire nem bírod a figyelni. Igazán kicsi dolog. Ennyit nem tér nekem megtenni. Ezeket az ember ám így definiálja. Ide kell tenni a kúró rudit a szívecskével. Adam szúrtunk péntek esti házas estéket, kinek mit, ezt most csak úgy mondom, hogy leülünk és megbeszéljük. Mit köszönök neked, hogy mi volt az öröm, és esetleg az ember szóba hozza, hogy nézd, az van, hogy... És hogyha ezt az ember egy péntek esti házas estén teszi meg, nem reggel indulás előtt, az minőségi különbség. Reggel indulás előtt olyan mondatok vannak, hogy már megint. Még mindig. Megvan ezeknek a helye, amikor ezeket meg lehet és meg kell beszélni. Ebben a kapcsolatban, amit most éppen sintálok, nem kerül sor ilyen megbeszélésre. Ide a serpenyőbe berakódott a fogkrém. Akkor úgy voltunk, nincs tekintetlenem, nem vagyok neki fontos, ennyire nem számítok neki tarra. Itt volt egy emlék. A boldogságnak van egy emléke. Ez az emlék, ez nem képes ellensúlyozni a jelen fogkrémes tudusát sem. És a valós súlyokat sem, úgy mint devizavitel, munkanélküliség, tumoros betegség, öregedés, akármicsoda. Ide rakja az élet a súlyokat, nekünk pedig ide kell rakni a szerelmünket. Oxitocinnak is mutatnám, de mondjuk úgy, hogy a szerelmünket. Azt, hogy megölelem, megfogom a kezét, hogy beszélgetek vele, hogy együtt vagyok vele, hogy a tukurundit, a szálvirágot, amit tudom én, micsodán. Fodrászatban ültem egyszer, és ott vannak ilyen búrák, a mai napig nem tudom, 11-ig adok elő, mindig elmesítem, de senki sem mondta még meg a megoldást, hogy mire szolgálnak a fodrászatban ezek a búrák. Na mindegy, vannak búrák, és alatt őrnek némik ilyen bozolított hajjal, és meg vannak róla győződve, hogy nem hallja őket senki a világon, pedig itt ellenkezőleg. És egy ilyen fodrászbúra alatt átelt a két néni, hogy, és most itt vagyunk ebben a történetben, de valóság, amit mondok, hogy nem értem, hogy mi történt köztünk, amíg nem emlékszem. Azt mondta a néni, hogy régen annyi mindent csináltunk, Kenut úrára jártunk, velencei karnaválon voltunk, ez a kettő az ő példája, most pedig azt sem tudom, mikor szexeltünk utoljára. Marha fontos dolog. Volt a régről egy emlék. Milyen jó volt. Mennyire passzoltunk egymáshoz. Az oknék, a velencei karnevál, nem tudom micsoda. És most mi van? Devizavitel, tumoros megbetegedés, öregség, WC-ajtó, fogkrémtubus, kinek mi? Szépen leírják el az emberek ezt az öt anyagot, ami itt a hátam mögött van, és itt sétálnak az emberek, tolják közösen azt a szekeret, amit már rettenetesen nem akarják, húzzák, vonják, tolják, taszítják. Nem tudom, ismertek-e olyan embert, aki
aki gyűlöletben van egymással, aki gyűlöletségben van, borzalmas. Tényleg borzalmas dolog. Tehát mind a kettő úgy érzi, hogy a másik volt a felelős, és közösebben már rég nincs, és itt jön ennek a sétának a vége. 25-30 év elteltével a közös gond, ami bocsánat, de a gyerek, az meg kirepült. És akkor már nem tartja őket össze semmi. És akkor ismét szépen lekottázza a biokémiai Zsoltár, a szociológiai statisztika, itt van a másik kiugrása, markáns kiugrása válásoknál, 25-30 évvel a házasságkötés után. Közös öröm még nincs. A néni is megmondta a fodrászbudalat, nem? Semmilyen formája nincsen a közös örömnek. A gyerek meg kiröpült, én se vagyok 100 éves, akkor talán még újat tudunk kezdeni. És akkor ők itt elválnak egymástól. Ide gyorsan muszáj még egy személyes példát elmondanom. Mentem az Osanba, és ment egy néni tolta a bevásárló kocsit. Nem az a néni volt, sok kategóriájú néni van, ez inkább ilyen asszony néni volt. Nem olyan kis 20 kilós néni, akit az emberi vattába csomagolna, vagy venne neki egy kakaót, nem tudom, hanem egy ilyen fajskíros néni. Nekem volt egy ilyen napközis tanító néni, így összeszorol az ember jobbra egy korára. Egy ilyen habitusú néni ment, tolta a bevásárló kocsit, és mögötte totyogott egy bácsi, de jól megnéztem, és nem volt ő sem a kora, sem a habitus alapján bácsi. Attól volt ő bácsi, hogy egy ilyen néni 5 év alatt bácsit csinál, bármilyen hangsúlyból ezt én is való. Tehát ez a ülve fog pisilni, és szót fogad. Egy ilyen bácsi ment mögötte, a néni tolta ezt a bevásárló kosarat, és nem fordított el a fejét, ez volt az érdekes benne. Ment a fotocellás ajtó kinyílt, és amit mondott így előre nézve, nem veszem neked semmit, gyűlölek. Pont. És ezzel ez a házas pár belibegett az Osanba. 10-ből 7-en elszúrják. 10-ből 7, 25 év közös gyűlölés után így tért be vásárolni. Nem mondtam még ilyet, de most mondom, érdemes ám figyelni párokat boltokba. Nagyon-nagyon sok mindent lekottáznak nektek abból, amit itt elmondtam. Döntés, bejötte. Döntés, hogy mikor hozok döntést. Ennek itt vége, ezt láttuk, ezt. Aztán nem kérdés, hogy szeretnénk-e, vagy nem, vagy hogy szeretnénk. Mindazonáltal én azt mondtam, hogy ez egy biokémiai Zsoltár. Miért? Hogy? Kaptunk egy anyagot, ami elveszi az eszünket, mert olyan jó nekünk, ugye elveszi az eszünket, és aztán egymással összekötözve egy sérült személyiségbe szétmegyünk. Na, jó kis Zsoltár, kösz szépen. Az van, hogy ezeket az anyagokat lehet jól használni, és lehet rosszul használni. Szerintem elég plasztikusan és határozottan elmondtam azt, hogy rózsaszín szemüvegben egy bizonyos droggal ellátva, vagy több bizonyos droggal ellátva, egy bizonyos drogra vágyva, az ember a döntést hoz, könnyen pórul jár. Mire valók ezek az anyagok? Miért jó ez a feniletilamin? Kettő oka van ennek. Az egyik, hogy az embernek a saját nemi biztonságából ki kell lépni. Ezt itt tudjátok a legjobban, hogy ez milyen marha nehéz. Tehát, hogy vannak együtt egy bolygón fiúk, meg vannak lányok. Elképzelhetetlen egy bizonyos kor alatt, hogy egy bokor fiúból egy elinduljon a veszélyzóna felé. Elképzelhetetlen. Mert belehalna. A 8 éves kisfiam mondta, akkor még csak 7 éves volt, adventben, hogy neki megvan az adventi elhatározása. Ültetés volt a suliba, és úgy ültették őket, hogy egy fiú meg egy lány. És neki az az adventi elhatározása, hogy túl fogja élni ezt a helyzetet. Na most emberek, hogyha ez így maradna 16 évesen is, hogy a legfeljebb egy adventi elhatározás keretében bírnánk elviselni a másik nem közelségét, akkor kihalna az emberiség. De jön a feniletilamin, jön a szerelemhormon, ami lehetővé teszi, hogy az ember a saját nemi biztonságától eltávolodjék valami izgalmas felé. Ez az egyik oka, a másik oka. Marketing anyag.
a saját példámat, bár ez nincs elég cikért színpadonával, 12 fejlámpától megvilágítva. A férjem egy okos, értelmes, intelligens ember. Azt gondolta, és a mai napig elhiszi, 22 év után, hogy a Földön élő 7,5 milliárd emberből, aminek legalább a fele nő, én vagyok a legtökéletesebb. Hát, szóval, a felületi lavin az egy marketing anyag. Mindenki kap egy vagy több esélyt, hogy valaki őt érdekesnek, különlegesnek, gyönyörűnek lássa. És elinduljon felé. Különben kimarna az emberiség. Különben csak az a két ember találta egymást, aki mondjuk ennek a táplálékláncnak a csúcsán van, hogy így fogalmazom, hogy jobban elragaszkodottan. Mindenki kap esélyt egyszer vagy többször, hogy őt valaki különlegesnek látja. Felületi labin nélkül csak furcsa. Felületi labin van együtt, az az ember különleges. És akkor kap egy lehetőséget a megismerésre. A megismerésre kap lehetőséget, és nem a döntéshozatalra. Ha van egy kapcsolat, amiben van felületi labin, szerelem hormon, és szeretik egymást, és van benne oxitocin, abból az aspektusból, hogy kézenfogva járnak, megölelik egymást, szeretik egymást, beszélgetnek, és így megy előre ez a séta, elérkezik az a pont, amikor a felületi labinnak vége. Ez mindig elérkezik, ugye megbeszéltük. Mi lehetséges? Két eset lehetséges, hogy ilyen szerelemben. Az egyik, hogy véget ír a spanyol fal, kirép az ember, ránéz a másik, és azt mondja, hogy ez ki, hova tettem a veszem és a szemem. És ez az egyetlen helyzet, amikor morfintól indítva, morfinra vágyva, nincsenek összekötözve oxitocinnal, hogy az ember azt mondhatja a másiknak, hogy tudod, mint legyünk inkább barátok. Ez nem egy jó mondat, ez nem egy könnyű mondat, de egy igaz mondat. Megismersz valakit, azt gondolod, hogy hú, de klassz, hát az oknia is egyforma az enyémmel. Hát nincs több kérdés. És meg kell várni a döntéssel azt, hogy kábítószer, szemüveg és paravár nélkül mit gondolok én erről az emberről. Azt gondolom, hogy becsapott, megjátszotta magát, kihasznált, gyűlölöm, vagy azt gondolom, hogy annyira jó barátom vagy, tényleg tök jókat tudunk dumálni, de ha 5 évig veled kéne élnem, kitolnál a szemedet. Úgyhogy inkább maradjunk barátok. Hát a néni, nem? Aki bevonult a bácsival a hátadögött, annak a másik megoldása valami hasonló is lehetne. Szóval tudod, hogy melyik inkább barátok. Rengeteg embert ismerhet meg az ember úgy, hogy szerelmes is rájön, hogy nagyon jó ember, mert az emberek többsége nagyon jó ember, csak éppen nem ő az, akivel különféle tudatmódosító szeret nélkül tudom tolni majd az életem szekerét. És akkor itt lehet hozni egy nagyon egyszerű döntést. Nem. Mi a másik lehetőség? A Zsoltárnak az utolsó versszaka. Valakit megismertem, megszerettem, ő a tökéletes, ő rajta van a szemüveg között, a spanyol fal, és még körbe vagyok fújva lilaköldrel, de akkor is ő az ő. Sétálunk, megismerjük egymást, beszélgetünk, nem furcsa, hanem különleges, mert a felületi lamin vele dolgozik, és aztán elmúlik egy idő, vége van a spanyol falnak, lepofozták a rózsaszín szemüveget, elfújták a lilaköldöt. Kilépünk a spanyol fal mögött, egymásra nézünk, és mit látunk. És ez a Zsoltár utolsó verszak. Ismerlek téged, tudom ki vagy, te vagy a szerelmem. És hozhatok egy döntést, hogy te vagy a szerelmem. Piszkosul nehéz lesz, mert hülye tulajdonságaid vannak. Középen nyomod a fogkrémet. Nekem is vannak hülye tulajdonságaim, de szeretném meghozni azt a döntést, hogy veled akarom ezt a szekeret tolni. Mindenestül. Lehet, hogy ezt hívják úgy, hogy házasság. Minden esetben döntésnek hívják. És ez az egyetlen helyzet, amiben ezt a döntést reálisan és felelősen meg lehet hozni. Semmi más dolga nincs az embernek onnantól kezdve, mint ide rámolni az oxitocint, annak bármilyen formájában. Túrúdvi formájában, szerelem formájában, bármiféle formában.
és a Zsoltárnak az utolsó verszakának az utolsó sora egy kép lenne, ezért sajnálom, hogy nem találtam meg a pendrive-omat, mert ezt én semmilyen székkel nem tudom demonstrálni. Na jó, valamit felolvasok. Van egy levelező is körülök a férjével. Azt gondolom, hogy egész jól működik a mi szerelmünk. Nem azért, mert olyan zseniálisak vagyunk, hanem mert Feri atyára is. És több olyan emberre rábíztuk a nehéz helyzeteinket, akikre rábízhattuk. Konkrétan a Jóistenre. És szoktuk egymásnak leveleket írni, hogy minek az okán, azt esetleg elmesélem majd, bár az egy nagyon személyes valami, ott van az összes eddigi levelezős könyvünk elhoztam. Egy még gondból született ez a levelezős könyv. Minden ügyesség is van benne, rajzol, bevásárló lista. Én most veszem magamnak a bátorságot és a feljogosítást, hogy elolvastam, hogy ma reggel engem milyen üzenet. Drága mama, az vagyok én. Köszönöm, hogy bearanyoztad a tegnapi napom. Folyamatosan egy vödör aranyfestékkel motoztál körülöttem, kis ecsettel, és ahol sötét volt, azonnal nekiálltál a munkának. Nagyon gondolom ma a tevékenységet sikerére, különösen a piára. Szép napot és három szívecske. Most kicsit meghatódtam egyből. De ezen hamar túllépelek. A Zsoltárnak az az utolsó sora, hogy van két ember. Mondjuk 80 éves az egyik, és mondjuk 89 éves a másik. És elmennek a városligetbe. És az a kezük öreg, eres, inas, májfoltos ráncos, hát mint egy öreg kéz. És leülnek egy padra, az egyik erre teszi a járókeretet, a másik arra a botját, és megfogják egymás kezét. A bácsinak a néni. És köztük ott egy kis avat oxitocin. Társszerelem. Nem tudom elmondani, hogy micsoda fölszabadul. Ő vele, aki különleges. Ő vele, aki a szerelmem. Ő vele, aki a társam. Akivel egy vagyok, mint a Szent Háromság. Létező, megfogható jelenség. Következmény. Csoda, nem tudom. Na, ez ennek a Zsoltárnak az utolsó sora. Iszonyatosan sok mindent beszéltem arról, hogy miért nem sikerül, és hogy nem sikerül? Azért, mert 10-ből 7 párnak nem sikerül, és 10-ből 1 jó, ha boldog. Én azt gondolom, hogy hihetetlenül érdemes megküzdeni ezért, meghozni azokat a döntéseket, és megküzdeni ezért a képért, ami, ahogy bennem 3 éves koromban, 6 éves koromban bennem volt, azt gondolom, hogy mindannyiunkban ott van. Ez a Zsoltár. Az első sorától az utolsóig. És aki tudná meríteni, akkor azt kérném, hogy ezzel a képpel menjetek haza, vagy ki ezen az ajtón, amiről megbeszéltük, hogy bármilyen döntés, bármilyen pillanatban ebben a pillanatban is meg lehet hozni. Nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Jó, ennyit szerettem volna mondani.